Nagymama, gratulálok a házasságodhoz. Köszönöm, most megvehetjük az összes rajzfilmet, és azt csinálhatunk, amit akarunk. Én nem akartam férjhez menni. Pénz. Egyedül vagy? Kik vagytok? Milyen figyelmes vagy. Hol van az a két őrült rajzfilm? Mi hiányzol nekik? Felhívhatom őket. Ők választják ki az esküvői ruhát. Nem, ne hív senkit! Miért félsz? Még a pénzed sem tud kisegíteni. Én vagyok a leggazdagabb az akadémián, és mindent megvehetek, vagy megvehetek valakitől. Nem, nem félek semmitől. Védelmem van. Aha, oké. Glása! Jönnek, hívjatok ördögűzőt! Hidd el, ő is ezt mondta. Nagyi, mit keresel itt? Nem tudom. Várj, él is. Hey! Te lyukas zacskó, mit keresünk mi itt? Mi? Beszélj hangosabban, nem hallom. Mi? Nem értettem. Mi? Ez sokáig fog tartani. Milyen aranyos kis cica. Nem tudod egyébként, miért van itt a Nagyim? Miau. Megvan! Akarod, hogy adjak kolbászt esetleg? Miau. Én akarok egy új madárijesztőt a gyűjteményembe. Miau, miau! A bátyád Rodrigo megkért, hogy keresek egy embert a kísérleteihez. Busás jutalmat ígért. Mi? 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 Én is szeretnék jutalmat. És kapsz is ezt. Hátizsák, adj egy lapátot! Úgy tűnik, hogy valaki nagyon lejárt. Glasa, ne felejtsd el, még mindig a te nagymamád. A Voska, hol a Fűrész? Bár szerintem már nem emlékszik arra, hogy ki vagy. Hol van a Fűrész? Nem tudom, hol itt áll, menj vissza a diszkóba a barátaiddal. Bulizzál csak tovább, ahogy csináltad is. Zárd be a szádat. Fura cipő! Megint egész este nézted a TikTokot? Buc vagyok! Vidd el a cicát! Allergiás vagyok a gyapjúra! Hápci! Én vagyok a cica. Miau. Mit kéne csinálni vele? Etetni. És utána? Etetni. És ott... Ja, igaz. Etetni. Miau. Bújjunk valaki elől? Nem. Glasa, az utazó vagyok, és szeretek utazni. Én? Én ki vagyok? Te vagy a nagymamám. És te ki vagy? Én Glasa vagyok, az utazó, és szeretek utazni. Igen.
Látnom kellett volna, amikor lezuhantál a harmadik emeletről. Emlékszem, ez volt nekem az első utam. Nézd, harcos! Ha? Gyere ide, gyere! Gyere, gyere! Na! Ha? Szóval, pénzfüggönyre. Szóval ezen a nyáron tengerre megyek. Az a megérzésem, jobb, ha nem kérdezek. Azt hiszem, találtunk egy embert Rodrigo kísérleteihez. Egyet értek. És ki az a Rodrigo? Mi a baj vele? Te megölted őt! Nem, ez az unokád! Megölted az unokámat? Te gyilkos! Nem, visszajöttem, láttalak téged és őt. Engem is meg akarsz ölni? Mániákus! Ki nevezett engem mániákusnak? Mániák? Mániákus? Hol? Meneküljön, aki tud! Gyerünk! Mennyi időre van eljutni a repülőig? Nem érdekel, sétálok! Gyerünk! Hol találunk tehát embert Rodrigo kísérleteihez? Unokám. Igen, Nagyi. A táska, a fűrész. Már megint itt áll. Nem rángatlak többé. Hátizsák, kalapács! Talán jobb kalapácsa? Jobb, attól tartok, nem leszel biztonságban. Zsigmond! Papucs! Búcs vagyok! Tényleg Zsigmondnak hívnak? Nem, Oléza vagyok, de nem érdekel, miáó. Mit csinál a kutyája az én cicám mellett? Ibrahim, menj el tőle! Gyerünk! Miáó. Legalább kasztráltad? Kérlek, meg se hald, meg se hald! Pontosan! Ez az, amit én elfelejtettem megtenni. Az meg mit jelent? Remélem, nem jóra gondolok. Igen, de újabb, szórakoztató kalandban lesz részünk Rodrigo bátyámnál, állatorvosi klinikáján.
Csiki-csiki csinálunk neki. Tudod, még feldarabolva is mindig a barátom leszel. Miau. Azt hiszem, még valamit elfelejtettem. Nagymama! Képzeljük el, hogy nem láttál. Nem működik. Kár. Miau, miau, miau. Mi? Ki vagy te? Mi? Ne aggódj, nem fognak kasztrálni. Bár ismerve Glassát, kasztrálva leszel. Miért kiabálsz? Egy idős és egy fiatal utazó üldöz engem. Szóval ezek a te problémáid. Miért akarod közössé tenni őket? Elkapták? Nincs hová futni. Mit akarsz tőlem? Házasodni akarok, gazdag ember vagy. Nincs rá szükségünk, de Rodrigónak igen. Rodrigo feleségül akar venni egy gazdag férfit. Ki az? Rodrigo? Én nem tudom. Rodrigo a testvére. Van testvéred? És az unokája. Van unokája? Oly. Van unokám. Nekem? Van? Ez a Rodrigo is megőrült. Rodrigo. Igen, őrült. Kár. Rodrigónak adunk a kísérleteihez. Ki az a Rodrigo? Köszönöm. Nem tudtam megtenni, mivel a nagymamám. Nem akarom látni Rodrigót. Nem érdekel. Mi akarjuk. Jutalmat kapunk, érted? Segítség! Azt veszek neked, amit csak akarsz. Tehát egy jutalom van, és ketten vagytok érte. Ez így van. Hogy fogjátok elosztani? Nem. Dehogy is, eltezem az egészet. Nos, a soha. Mindent magamnak elveszek. Rodrigo vagyok. Ő amúgy se idegen. Lássuk, melyik őtök nyeri meg a versenyt, és utána a jutalmat. Készen állok a versenyre. Én is, akkor gyerünk! Menni fog. Csináld! Nem igazán értettem, kinek kellett volna versenyeznie. Az első feladat az az, hogy aki gyorsabban eljut a boltba, az nyer. Miau. Egy, két, há! Miau. Mindig magaddal kell hordani a táskádat. Egy nulla a nagyinak. Második verseny. Erőpróba. Ne gondold, hogy ilyen gyenge vagyok, de az életben... Mi
még gyengébb is. Döntetlen. 1-1. Belefáradtam a versenyezésbe. Le kell ülnöm. Napóleon után. Gyere! Fussunk el, együtt könnyebb lesz. Miért? Miau. A nagymama etett, megfésül, vakargatja a pocakom. Ez nem való élet, ez egy mese. Miau. Akkor cseréljünk helyet! Soha. Próbálj másik bolondot keresni. Miau. Hát, nincs harmadik verseny. Megalkudhatunk. Add ide az ötönyödet! A helyedbe akarok lépni! Csendet! Elegem van belőletek. Ha nincs semmi dolgod, most mindenkinek adok egy-egy feladatot. Inkább adj pénzt új függönyökre, nekem pedig egy új iPhone-ra. Te vagy az új őrünk. Oké. Egyetlenegér sem fut el mellettem. És ti? Milyen állatok vagytok? Bár mindegy is, mégis. Itt szerettem volna pénzt keresni. Most pedig a WC-ket is kitakarítjátok. Ti? Most az egyes számú. És kettes számú szemetes. Menj szedd össze a koszt. Én jövök! Én? Ki vagyok én? Oké, te leszel a jobb kezem. Te pedig a bal leszel. Ha! Szóval segítesz nekem. Szeretek segíteni, főleg a szegény, gyógyíthatatlanul beteg állatokon. És meghívhatom Rodrigót, hogy tanuljon az akadémiára. Jó orvos és szereti az állatokat. Oké, de csak akkor, ha nem veszel angolórákat tőle. Jó, tökéletesen tudok így is angolul. Én biztosan nem fogom ezt megbánni.